kijelentést, és hogy legyen nyitott az elmétek és a szívetek egyaránt arra, hogy Isten szelleme, Isten igéje szóljon és megelevenedjen. Tehát a Lukács evangélium 7. részéből lesz az első szakaszból egy rész, és utána majd a 8. fejezethez ugrunk. Lukács 7.1. Miután befejezte minden beszédét, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte, jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték, méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket, és ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus erre elindult velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó vagy alkalmas arra, hogy a hajlékomba jöjj. De magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok ennek, menj el, elmegy. A másiknak, jöjj ide, ide jön. És ha ezt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, megteszi. Amikor Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz, mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Mire a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Ámen. 8. fejezetben, 40. verszaktól, előbb csak 3 verszakat, aztán átugorjuk a vérfolyásos asszony történetét, és visszatérünk ehhez a részhez. Amikor Jézus visszatért, ugye az előbb is így kezdtük, sokasság örömmel fogadta, mert mindnyájan várták őt. Nagyon hasonló a történet dramaturgiája. Ekkor egy Jairus nevű ember jött hozzá, aki a zsinagóga elől járója volt, és Jézus lába elé borulva kérlelte, hogy jöjjön el a házába, mivel egyetlen leánya, aki mintegy 12 éves volt, a halálán van. És akkor itt átugorjuk, ugye közben a vérfejes asszony története, aki meg is késlelteti Jézus menetelét ehhez a kislányhoz, és a 49. verszaktól folytatom, még beszélt, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így szólt, leányod meghalt, ne fárasz tovább a mestert. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki, ne félj, csak higgy, és meggyógyul. Amikor bement a házba, senkit sem bocsátott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindjárt sírtak és gyászolták a lány, de ő így szólt hozzájuk, ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a lány kezét, és szólította, leányom, ébredj! Ekkor visszatért bele a szellem, és azonnal fölkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak neki enni. Ámen. Két történet. Sok hasonló meccéspontban mondom nektek, hogy a rendezvényen való részvétellel vállaltátok, hogy a rendezvényről készült, mindenfajta hang- és képanyagban felhasználhatóak vagytok ti is. Ez persze nem igaz, az Isten tisztelete ez nem igaz, de nagyon sok rendezvényre ez igaz volt, és ma is igaz, illetve igaz, ha elmentek egy koncertre, akkor ott a jegy hátulján rá lesz írva ez. Na most ugyanez igaz ezekre az emberekre, akik Jézussal kapcsolatba kerültek, azoknak nagyon nagy esélyük volt arra, hogy Isten szellem azt mondja, figyelj ide, ha kapcsolatba akarsz kerülni Jézussal, akkor vállalod azt is, hogy belekerülsz a Bibliába. Vállalod azt, hogy az életed példa lesz, hogy az életedről prédikálni fognak, és arról, ahogy megéled, ahogy hozod a döntéseidet, arról egyszer majd emberek milliói vesznek pozitív vagy negatív példát. Na, itt van nekünk két történet, ami példává lett. Van egy meccéspont, illetve több is ebben a két történetben. Nem akarom húzni az időt, hogy elmondjam, mi az, amiről ma ennek a két történetnek kapcsán akarok beszélni. Mind a kettő hasonlóan kezdődik. Jézus elindul egy helyről, jön elé egy küldött, vagy valaki, aki elmondja, hogy bajban van az a valaki, aki miatt ott van. Ráadásul mind a kettő helyzetben ugye egy haldokló szeméről van szó. Mind a két esetben Jézus azonnal elindul, és kész ezt a helyzetet orvosolni, meggyógyítani a beteg embert. Tehát van egy csomó meccés pont, közös pont, de bennem van egy dolog, ami miatt én ezt felolvastam, és ez pedig, és ez a mai üzenetem címe, ne fárazd a mestert. Mind a két helyen elhangzik ez. Ne fárazd a mestert.
Az első helyzetben ugye más, ez viszont különbözik, hogy hol hangzik el. Na nézzük! Nézzük először az első történetet, római százados. Római századosról a Bibliában egy csomószor olvasunk, már nem erről az emberről, hanem mások más századosokról. Érdemes tudni talán annyit, hogy amikor egy római századosról olvastok, ez az, amikor egy közkatonaként egy ember a római légióban a legmagasabb pozíció, amit elérhetett, az a századosi pozíció. És abban az időben ezt nem osztogatták a West Pointon való tanulmányok eredményeképpen. Az a százados, aki századosként funkcionál, az már egy csomó dolgon átment, tehát bizonyított. Tehát olyan katona nem lehetett százados, aki elvégezte a akkori katonai főiskolát. Tehát itt ez az ember, ez már látott sok mindent, és valószínűleg kardot sem, meg fegyvert sem csak a könyvekben látott, hanem látott használni. Na itt van nekünk egy százados. Ez a római századosról megtudunk pár dolgot, és én becsülöm Lukácsot egyébként, mert Lukács merőben másképp mondja a történetet, mint ahogy Máté, de ebbe ne menjünk bele. Na nézzük, nagyon szerette ez az ember Izraelt, ezt látjuk, ugye? Ugye ez egy római ember, nem zsidó. Jönnek ugye a zsidó vének Jézushoz, hogy van egy százados, római százados, annak a szolgája bajban van, gyere segíts neki. Ez az alapvető történet. Elmondják, hogy ez az ember egy nagyon jó ember, mert ő építette nekünk a zsinagógát. Egy pogány, római százados finanszírozta meg ennek a településnek a zsinagógáját. Azért ez döbbenetes, nem? Hogy a saját zsoldjából fizette ki a, vagy valamilyen formában a, ezt a zsinagógát. Tehát ez az ember valószínűleg nagyon szerette Izraelt, és az is nyilvánvaló, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolt, hát ezek után nem csoda, Izrael fiaival. Tehát nyilván ez azért egy jó bevágódás Izrael fiainál, hogy a zsinagógát ő építette. De ezek mögött én érzem, hogy ez a római százados, ez félte Istent. Tehát, hogy ő nem pénzügyileg csinálta ezt, meg önző. Ez az ember, ez hit Jákvéban. Úgy gondolom, hogy ő tisztelettel nézett a Jákve tiszteletére, Isten tiszteletére. Nyilván ő nem mehetett be a templomba. De én azt érzem ebben az emberben, hogy ez az ember hisz Istenben. Mégpedig Jákvében hisz. És az is kiderül ennek az embernek az életéből, a leírás alapján, hogy azok ellenére, hogy katonaként biztos nagyon sok dolgot, és számunkra csúnya dolgok is láthatott, sőt, részt kellett vegyen csatákban, ütközetekben ahhoz, hogy századosi rangig vigye. Ezek ellenére nem darabra méri az embert. Mert van egy szolgája, aki halálos beteg, és ez a százados, ez kész tenni dolgokat. Azért nem azt mondja, hogy na, cseréljük le a szolgámat, abban az időben ez volt a szerszám, veszünk egy újat a piacon, hanem beteg a szolgája, és kész döntést hozni azért, hogy mégpedig egy magát megalázó döntést, hogy ő római századosként egy zsidó rabbihoz, egy nálánál lehet fiatalabb rabbihoz, elmenjen egy kéréssel. És ő meghozza ezt a döntést, mert ő szerette a szolgáját. Tehát ebben az emberben nem veszett ki az emberi érzés, hanem ránéz a saját szolgájára. Én úgy gondolom, hogy ez Isten félelem miatt volt a szívében, és nem darabra méri, hanem úgy tűnik, hogy az emberis esség ebből az emberből nem veszett ki. Úgyhogy egy ilyen ember áll itt előttünk, nem tudjuk a nevét, nem tudunk róla dolgokat, de ezek azért azt mutatják, hogy ez az ember nagyon komoly gondolkodású. Na és akkor, amikor ez az ember bajba kerül, és az, már nem ők a konkrétan, hanem az ő kedvenc egyik szeretett szolgája bajba kerül, akkor ez a százados gondolkodik, meghánya, veti a dolgot, és úgy dönt, hogy hát hall ő is Jézusról, a zsidó fiatal rabbiról, aki gyógyít, szabadít, és elküldi a római, vagy a zsidó barátait Jézushoz, hogy hívják oda Jézust. És ugye mennek ezek az emberek, elmegy ugye ez a csoport zsidók vének, találkoznak Jézussal, és ezek a zsidó vének valahol közvetítik ennek a római századosnak a vívódását is. Én úgy látom. Ugyanis rögtön mondják Jézusnak, hogy hát ugye ebben már azért van egy kis pénzügyi szemlélet is, hogy hát mester, gyere, méltó, hogy megtett, hát ő építette nekünk a zsinagógát, ő volt az, aki bennünket támogat, te is zsidó vagy, mi is zsidók vagyunk. Jézus, gyere, méltó, hogy megtedd neki. Nem tudom, Jézusra mennyire hatott ez a dolog, én szerintem sem ennyire, mármint az, hogy ez a pénzügyi motiváció. Egy biztos, Jézus elindul, és elindul, hogy segítsen ennek a embernek a szolgáján, illetve hát konkrétan ezen az emberen, és közben, menet közben én úgy érzem, hogy ezek a zsidó vének folyamatosan próbálnak Jézusra hatni, hogy mester, hát mintha Jézusra kellene hatni egyébként, hogy mester, hát méltó, hogy meg te gyógyíts meg, stb. Ezek nagyon emberi dolgok, de azért érződik belőle még magának, a századosnak is
egyfajta gondolkodása. Én úgy gondolom, hogy nem véletlenül küldte el ez a százados a zsidó barátait. Azért benne is az volt, hogy mi van, ha nem jön el Jézus. Úgyhogy elküldte azokat az embereket, akiknél ő is úgy látja leginkább első körben, hogy biztosan megy, hogy Jézus biztosan eljöjjön. Jézus azonnal elmegy, nem is kérdés. A Máté még drasztikusabban fogalmaz, Jézus így válaszol ott ebben a történetben, hogy elmegyek és meggyógyítom őt. Ez volt a válasza. Tehát azonnal magától értetődő módon elindul. És ahogy Jézus megy, már a Szentírás is azt mondja, hogy már nagyon közel járt Jézus házához ez az ember, illetve ez a csoport, illetve Jézus meg ez a csoport, amikor jön megint néhány ember. Ezúttal viszont rómaiak. Elküldte a százados, azt mondjuk, néhány szolgáját, azt mondja, néhány barátját, akik nem zsidók voltak, hanem ők rómaiak voltak. És érdekes, egy másfajta üzenet jön a századostól, uram, ne fáradj. Itt jön be ez a kép. Uram, ne nyúzd magad. Ez a szó, hogy ne fáradj, az azt jelenti, hogy nyúzott. Megnyúzni, ebből a szóból ered. Magyar is mondja, nyúzott valaki. Voltatok már nyúzottak? Mintha bőrtre húznák az emberről. És mondják, ezt üzeni, mester, nem akarlak nyúzni téged. Nem akarlam, még feleslegesen fáradj. Sőt, én magam sem vagyok méltó arra, hogy begyere a házamba. Mondja ezt azután, hogy elküldi először a zsidó véneket, hogy jöjjön el Jézus és meggyógyítsa. De valami megváltozott ebben a római századosban. A második küldöttek, én úgy gondolom, hogy közben vívódik ez az ember. Én ezt látom. Vívódik, hogy már maga az első követek küldésében is én érzem a vívódást ebben az emberben, hogy mit üzenjen, hogy menjen biztosra Jézusnál. Hogyan hívhatjam el, hogy megoldja az én problémámat? És ez egyébként nagyon jellemző ránk is, hogy hogyan tudjuk biztosan Jézusnál elérni azt, hogy ő megtegye, amit mi kérünk tőle. Ezt mi is csináljuk. És ugye jön az első üzenet, halmaz a zsidók védeken keresztül, méltó, hogy megtednek. És akkor próbálunk appellálni a pozitív dolgokra. De jön egy újabb követ. És mind a két követ halmaz, amit kiküld ez a százados, valahol az ő vívódását mutatja. A második követ halmaz már jóval finomít ezen a kérdésen. Én úgy érzem, hogy ott menet közben a százados arra a döntésre jut, hogy nem vagyok méltó. Tehát gondolkodik Jézuson, akárhogy gondolkodik, azt mondja, római százados vagyok, ő meg egy zsidó rabbi, ráadásul nem is akárki, nem tudja elképzelni, hogy ez a zsidó rabbi bejöjjön a házába. És rájön, hogy rossz döntést hozott. Én úgy gondolom, hogy kicsit meg is ítéli magát, hogy mondjátok neki, hogy én építettem. Nem azért mondjátok, de mondjátok neki. És úgy érzem, hogy ezt is megítéli önmagában, hogy ő appellált erre, hogy ő építette, és miközben a zsidó vének bizonygatják Jézusnak, hogy méltó, hogy megted neki, ő maga azt üzeni másodjára, hogy nem vagyok méltó. Tehát helyre teszi magát ebben a kérdésben. És sokkal reálisabb viszonyban látja saját életét, Jézussal kapcsolatosan, de ez nem jelenti azt, hogy ettől Jézust is valahogy elkenés, lenullázza. Éppen ellenkezőleg. Nagyon tisztán üzen Jézusnak azt, hogy nem vagyok méltó. Ahogy magát visszateszi ebbe az állapotba, hogy nem vagyok méltó, ezzel magát Jézus viszont fölemelés. Azt mondja, mester, hát tudom én is azt mondom, ennek elmegy. Menj el, elmegy. Jöjj ide, ide jön. Hát menj vel inkább te. Nem kell, hogy ide gyere, ne fáradj, ne nyúzd magadat emiatt. Elég, ha egy szót szólsz, az én szolgám meg fog gyógyulni. És megérti, hogy Jézus szellemi hierarchiában ugyanolyan viszonyban van a szellemvilággal, mint ő, egy különbséggel, hogy Jézus fölött már nem nagyon találunk senkit, még a római százados fölött még elég sok szint van, de azért azt megérti, hogy ő Jézus is így működik, és azt mondja az alatta levőknek, aki gyakorlatilag az összes szellemi lény, menj el fog menni, meg fog gyógyulni. Na és akkor ez úgy gondolom jóval közelebb áll Jézus szívéhez is. Érdekes, hogy a mester megáll. Ezen még ő is elcsodálkozik. Pedig már akkor is ment, amikor az első csoport hívta őt, de itt a mester megáll. Hátra néz, ugye mindig jön mögött egy csomó ember. Azt mondja, ez elképesztő. Hát akár hol jártam Izraelben, ilyen hitet, döbbenet. És itt jön be ez a ne fáradj. Ez egy nagyon érdekes dolog. Volt Jézus nyúzott, szerintetek? Mit? Volt.
Nagyon sokszor. Az utolsó hetét alvás nélkül bőjt eltörtötte. Én elég sokat nem alszok, én tudom, milyen ez, és nagyon jól tudom, hogy egy-egy éjszaka is, amikor panaszkodnak emberek, hogy nem aludt, én tudom, hogy ez egy nagyon rossz dolog. Az ember utána nyúzott. Volt, hogy fáradt volt, ő nyúzott volt. De amikor a százados másodjára ez az ő második üzenet, hogy Mester, nem akarlak nyúzni téged, akkor mi van ebben benne? Mit mond Jézus ennek a, mit mond ez a százados Jézusnak? Én úgy látom, három dolgot mond. Mester, ne fárad, nem akarlak nyúzni, nem akarom tetézni a bajaidat. Ugyanis neked egy szó bárhol vagy elég arra, hogy megoldódjon a problémám. Három dolgot látok, amit Jézus, illetve ez a százados ezzel üzem. És ezzel tanulnunk kell valamit. Az egyik az, hogy amikor azt mondja az a százados Jézusnak, hogy ne nyúzd magad, hogy nem kell felesleges kitérőt tenned. Én értem. Járd nyugodtan az utadat, eljutott az üzenet a bajomról, neked egy szó elég. Neked nem kell, hogy a tanítványaiddal együtt, most ha összeadjuk a ti kitérőtöket, ti vagytok 35-en, 35-ször, mit tudom én, 4 kilométer, az már 140 kilométer. Ne tegyél felesleges kitérőt, én értem. A másik, hogy nyúzni, azt mondja, hogy ne nyúzd, nem akarom nyúzni a mestert, hogy nem akarok feleslegesen időbeosztásodban, hogy pocsékold az idődet rám. Elég egy szó. És a harmadik dolog, ebben rejlik, amit mond, hogy nem vagyok méltó, hogy begyere a házamba. Nem akarlak Jézus olyan helyzetbe hozni téged, ami neked kellemetlen. Ami neked, tehát nem egy természetességgel jössz be az életembe, hanem neked le kell küzdjed azt, hogy én pogány vagyok, és az én házamba bejössz. És neked ez egy kellemetlen. És nem akarlak olyan lelki nyúzást rád helyezni, ami téged az eddigi bajaidon felül tetéz. Egyik se tetézte volna Jézus bajait. De legalább ez az ember meggondolja ezt. Legalább eljut erre, hogy az én ügyem miért a mestert illik ez argatni. Emlékeztek az ószövetségi történetre. Amikor mondja Eszter is a királynak, hogy ha csak az életünk nem lenne veszélyben, azért nem zargatnám a királyt. De mivel az életünk veszélyben van, ezért zargatom. Nem Jézus oldaláról beszélek róla, hanem a mi oldalunkról. Hogy ez az ember végig gondolja azt, hogy lehet-e olyan megoldás, ami a hitvonalán működik. Hogy nem járok-e felesleges köröket? Nem járatok-e mással felesleges köröket? Hogy nem meg tudom-e tenni azt, hogy más nyúzása helyett a hitvonalán lépek ki? Tudjátok? És ez az ember megélti ezekből a dolgokból, hogy ki lehet lépni a hitvonalán. Hát, ha végig gondolom, tényleg Jézus ide be ne jöjjön, hát olyan magas rangban van fölöttem, de emiatt a rang miatt neki elég azt mondani, hogy menjen ki a szolgámból ez a betegség, és kimegy. És ezért azt látom ebből az embernek a történetéből, hogy a hitben való gondolkodás az praktikusságban és megoldás szentikusságban gondolkodik. Tehát amikor egy hívő ember van, annak egyszerűen meg kell érteni, hogy vannak rövidebb utak megoldásra. Nem rossz utak, hanem hitből való utak. Egy hívő embernek meg kell tanulni praktikusan gondolkodni. Mester, szólj, Uram, neked ez ennyi elég? És így imádkozik. Ez lényegében az ő imája, a két küldöttség. Az egyik egy emberi ima, hogy van egy emberi megoldás, és azt légy szíves, tedd meg. A másik egy hitvonalán működő ima. És mind a kettő eljut Jézushoz. De a második jobban tetszik Jézusnak. Nem megy el barátkozni ezzel az emberrel. Azt mondja, a hitvonalán jobban tetszik. A másik dolog, amit látok ennek az embernek az életében, hogy képes meglátni megoldás és megoldás között a különbséget. És azt mondja, van hitvonalán megoldás. Ki tudok lépni? Vagy ha nem én lépek, akkor tudok Jézussal együtt olyan lépést megtenni, amire én emberileg nem vagyok képes. És meg tudom oldani a problémát. És észreveszi és igénybe veszi a rendelkezésre álló isteni megoldást. Nagyon sok ember embertől várja a megoldást. Nagyon sok ember méltó, Uram, ezt tettem, azt tettem. Valahol ezek dolgoznak bennünk, és próbáljuk megindokolni Istennél a méltóságunkat.
De ez a második, ez nagyon tetszik, mert nem csak az én nem méltóságomat veszi észre, hanem azt is, hogy Jézusnak mire van képessége. A harmadik dolog az, hogy a minimális nyúzás a törekvés elve. Ugye? Minimális nyúzás, energiavámpír, Judit szavajárása. Nem akarok energiavámpír lenni Jézusnál, pedig megtenné ezt is, hogy kitérőt csinál, és 140 kilométert beletesz az ő meg a tanítványai lábába összesen, csak példát mondok, lehet, hogy 200 is volt, de lehet, hogy csak 50. De ha meg tudom oldani úgy a problémámat, hogy egyszeri egy dologgal, akkor oldjuk meg úgy. Ne legyünk energiavámpírok, ne nyúzzuk le egymással a 32. bört is. Feleslegesen zaklatni. Tudjátok, ez, amit a hívőknek meg kell tanulni. Mivel én Nagy Péteren nevelkedtem, hamar megtanultam lemászni a dolgokról. A problémáimról ő így. Volt a probléma, hívom, old meg. Jó. Hívom még egyszer, nem biztos, hogy ez az ideális. Hívom még egyszer, megint, hogy ezt így nem értem, nem látom, ott a Biblia, olvasd el. Jó. Kész. És az ember kénytelen volt. Nyilván ez a másik véglet, amit esetleg ő képvisel a antipásztori magatartásával, ezt most nem negatívan mondom, hanem tényleg ez tényszerűen ő ilyen, de megköszönhetem neki azt, hogy megtanultam, hogy ne legyek nyűg más nyakám, hanem a hitvonalán, oké, van hitem, van Bibliám, hát akkor amit más esetleg meg tudná tenni, hogy ő kiülte nekem ezt a dolgot, nem adja oda, akkor megcsinálom én. És rájöttem, hogy vannak utak, amit nekem meg kell tenni. És nekem meg kell találni. Mert hívő vagyok. És ne zaklassak fölöslegesen embereket. Ne legyek ilyen. Ne zaklassam a mestert. Most ezt átvitéltelenben mondom. És ez nem jelenti az, mert ez a negyedik, hogy nem akarok tőle semmit. Hanem úgy akarok tőle dolgokat, hogy lényegre törően az, hogy a problémám megoldódjon. És azt helyes viszonyba teszem. Na ebben az embernek ez a történetnek ez a tanulsága. Tehát ez a négy újra sorom. Hitben gondolkodás praktikusan és megoldás szentikusan gondolkodik. Nem nyüglődünk, hogy még mindig nem oldódott, meg is sírunk. Kell sírni, mert ez is biblikus, de egy hitben lévő embernek újra és újra meg kell tanulni, fölállni és tovább menni. Ámen? A hitben lévő ember észre kell vegye azt, hogy létezik isteni megoldás, amit Isten nekem oda akar adni, és működésbe kell hozzam a szellemi törvényszerűségeket. A harmadik, hogy az, hogy mi hajlamosak vagyunk arra, hogy a problémáinkat nyújtsuk, és már a 15. beszélgetésbe vigyük bele ezt a dolgot, ehelyett arra a nyúzás minimumra kell törekedni mindenkivel szemben. És a negyedik pedig az, hogy nem jelenti azt, hogy nem akarok senkitől semmit, hogy mindent nekem kell megoldani. Ez azt jelenti, hogy de, kell kérni, kell keresni embereket, kell segítséget kérni. De annak ott meg kell tanulni azt, hogy van olyan, mint ami az első verzió, hogy ennek az ember életében, meg van a második verzió. A második verzió sokkal jobban tetszett Jézusnak. Na nézzük a második történetet. Ez a zsinagóga előjáró is bajba kerül, nem kicsibe a lánya haldoklik. Bele se lehet ebbe gondolni. Teljesen megérthető emberileg, Jézus itt is azonnal mondja, megyek. Jó, oké. Megy Jézus, közben jön a vérfejes asszony története. Úgy tűnik, elég hosszan zajlik a történés. A vérfejes asszony, de becsületére legyen mondva, ez a zsinagógai elöljáró még így se sieteti a mester. Tisztelettel van a rabbi irányába, pedig haldoklik a gyereke. Nyilván bosszankodott, hogy pont most jön ez a vérfejes asszony. Hát odáig zajlik a vérfejes asszony története, hogy jön az újabb üzenet, meghalt a lányod. Ne nyúzd tovább a mestert. Újra jön. Hát, hogy mi zajlott ennek az embernek az életébe, szívébe, ez megint felfoghatatlan. Megint ugye jön az üzenet, ne nyúzd tovább a mestert. És ez is emberileg egy pozitív hozzáállás. Valamilyen nem nyúzlak tovább, mert neked is korlátosak a lehetőségeid. Mit jelent ez a, ez a aprócska mondat? Jönnek tehát a zsinagóga előjáró házától, megy a vérfejes asszonnyal való beszélgetés, nyilván a háttérben türelmetlenül ez az apa, egyszer csak jön a házától ez a szolga, ne nyúzd tovább a mestert. Nincs értelme már. Én itt is négy dolgot látok.
Az egyik az, hogy ami ebben az emberi mondatban van, ne zaklassunk senkit akkor, a felesleges. Már fölösleges. Vagy a B verzió, hogy ne nyúzzunk senkit akkor, ha már fölösleges. Ha már fölösleges, már akkor nincs remény, így van, akkor hagyjuk. Ne nyúzzunk senkit, ha úgy gondoljuk, hogy a mi problémánk nem is az övé. Hát, és ugye ez az ember már azt mondja, hogy addig az Jézus problémája is lehetett volna ez a probléma, amíg élt a gyermek. De már nem él, már nem az ő problémája. Már az övé nem. Ugyanez van, amikor Jézus hagyja meghalni Lázárt. És akkor mondják neki, hogy hát már késő. Most már nem a te problémád, Jézus, most hagyjuk a temetést, szervezést, meg stb. Stb. És annyira csodás ezekben a helyzetekben is Jézus, hogy azt mondja, hát nem viccelj már, nekem nincsen, hogy határaim, nekem ilyen nincsen. Én megyek, és fölébresztem őt. És a negyedik, hogy ha volt is közös problémánk Jézussal, de már elutasítjuk, és azt mondjuk, Jézus, ez már csak az én problémám. És már az ember nem imádkozik, már abba adja, és úgy gondolom, hogy ezt nekem kell megoldani, mert az Úr nem tudja megoldani. És akkor az ember visszavonul az Úrtól, és ott hagyja, hogy magába dolgozza fel ezt a dolgot, mert úgy gondoljuk, hogy hát, hogy Jézus nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Na, itt van ebben a gondolatban ez. Az a helyzet, hogy a történetből az jön le, hogy lehet nyúzni a mestert. Mert ebből a történetben meg ez jön le. Ugyanis Jézus azt mondja, vicceljél már, nyúzzál nyugodtan. Mondja, gyere, menjünk, megyünk is. És az a helyzet, hogy én úgy látom a názareti Jézus szemében, hogy nincs olyan helyzet, ahol ő megindul egy helyzetbe, ahol őt behívták, vagy esetleg ő indulást érez. Elindul egy ember életébe, és kezd el dolgozni, és olyan történetet ti nem láttok a Bibliában, ahol ő meggondolja magát. Mondjatok egy történetet, ahol meggondolja magát. Nem tudtok. Tehát ha van egy történet, ahol ő elindul, hogy ő csináljon valamit, nyilván jó dolgot, olyan nincs, hogy aztán meggondolom, mert mégse csinálom. Mit? Hát, ott eleve azt mondja, hogy nekem még nem jött el az időm, tehát ő fölmegy. Olyan történet van, ami hasonlít ehhez, amit én mondok, hogy ilyen nincs, de hasonlít rá, amikor a kananeus asszonynál kutyázza. Nem gyógyítalak meg. De valójában érezi a történetből, hogy ő kihúzza ebből a nőből a gyógyulást. Ő meg akarja gyógyítani annak a nőnek a lányát. Ez érezi. Legelső például, nem olvastam százszor azt a történetet, akkor is érzem benne, hogy ebből lesz valami. Hát a legelejétől látszik, hogy ebből valami nagy dolog lesz. Lehetetlen, hogy egy ilyen ember, aki így jön Jézushoz, a végén elmenjen csalódottan. Egy történetet látok csak, ahol necces a dolog, ez a gazdag ifjú. Ott Jézus megkedveli, és érdekes, ott elengedi. De ott úgy érzem, hogy tanítani akarja a tanítványait ebben. Hadd kérdezzek tőletek valamit. Hányatok életében indult el Jézus, aki tényleg úgy gondoljátok, hogy elindult az életedben, az életed felé? Tedd fel a kezed, ne legyél lusta erre. Tudod, hogy elindult Jézus az életedbe? Most hogy érzed? Úgy, mint a vérfolyásos asszony. Várom, hogy érkezzen is meg, de közben jönnek mindig Jézusnak, ez is közben jön, az is közben jön, az is közben jön. Én meg úgy érzem, hogy sorolódok hátra. Pedig elindult, miattam indult el, én hívtam őt, gyere Jézus, segíts nekem. És akkor közben jön egy vérfolyásos asszony. Jézus, neked nagyobb, azt meg tudod oldani később is. De megoldja így előbb. Aztán jön a harmadik, negyedik, ötödik, és hány hívő érzi úgy, hogy Jézus, de jó, hogy elkezdted az életemben, most meg, mintha sorolná hátra. Nagyon sokan érzik így, nem így fogalmazva meg, de hadd mondjak el valamit, ahol Jézus elindul, hogy megtegye a dolgot, ott meg fogja tenni. Az nem, olyan nincs, hogy őt ő nem végzi be. Jön a hír, ugye, hogy meghalt, ne fárasz tovább a mestert. Azaz, mondjuk így emberi fejjel, az ő ügye már nem az én ügyem. Az én életem már nem az ő dolga. Volt közös pontunk, amíg
Úgy gondoltam, hogy tényleg Isten fia lehetek. Amíg megtértem, jól éreztem magam, minden rendben volt. Addig úgy érzem, sok közös pontunk volt Jézussal, de most már úgy érzem, hogy már csak nyúzom a mestert, és ő is így érzi, hogy nyúzom őt, és már inkább menne ki ebből a helyzetből, ami az én életem, és már nem akar ezzel tovább foglalkozni, és így érezzük, mint ez a jó szándékú szolga, aki jött, hogy ne nyúzz tovább a mestert, nincs már értelme, elindult ugyan, hogy segítsen, de már vége. Mostantól nincs közös ügyünk a mesterre, legfeljebb elhívjuk a kislány temetésére prédikálni. Még ennyi lehet közösség közöttünk, de tovább nincs közös ügyünk. És ez az ember, ez ugyan jó szándékkal mondta, de micsoda alacsony Krisztus képez. Ahova Krisztus elindult, hogy megtegyen dolgokat, meg fogja tenni a dolgokat. Az lehetetlen, hogy őt leállítsa egy vérfolyásos asszony, most nem úgy fizikailag, hanem időben. Az lehetetlen, hogy őt egy kétnapos pihenés, mint Lázár esetében, kizökkentse a helyzetben, és úgy találja, hogy már 4 napja van a sírban, és meghűköljön, és azt mondja, hogy hát ez már tényleg engem, ez engem is annyira stresszel, hogy itt elsírom magam. Elsírja magát, de a hitetlenség miatt. És utána föltámasztja Lázárt. Mondja Jody. Igen, ott ráadásul kifejezetten vált. Az egy tudatos, hát 2 egyébként, 1 nap út, mindegy, 2 napot várt, és 4 nap lett, mire odaért a meghalás pillanatától. Ámen. Tehát ha az én életembe elindult Jézus, mit? Akkor odaér. Akkor meg fogja tenni. Akkor el fogja végezni, amit ő eltervezett. Ámen. Most lehet, hogy úgy érezzük, uram, hát... Csomó hívő, az évátkozok, a sok hívő legyen, de ezzel még több ember sorolódik elém, és egyre többen jönnek elénk. Most várunk egy hivatalos papírt a kormányhivataltól. Felhívtuk őket, hogy hol van már, július 1-én adtuk be. Még nem érkezett meg. Mondták, 5000-en vannak előttünk. Bocsánat, 12000-en vannak előttünk. Ó, hány íróasztalra jut ennyi papír? És az ember úgy érzi, hogy egyik oldal, hogy mérges az ember, másik oldalról, ha így vagyok, mint ez az ember, hogy nem akarom nyúzni a kormányhivatalt. Annyi baja van szegénynek. Hagyjuk inkább. És akkor nem lesz közös pontunk. Na hányan mennek el így Istentől? Mit? Úgy van. Uram, sorolj előre. Na ez a második, hogy ne fárazd a mestert. Ebben ez a gondolkodás van, hogy azt gondoljuk, hogy már nincs közös pontunk Jézussal, de ez nem igaz. Ha az életemben elindult Jézus, akkor most is oda tart. Lehet, hogy úgy tűnik megáll, de tart oda, és oda fog érni, és nem késik. Amen. Úr Jézus, én hálát adok neked azért, amit a százados történetéből megérthetünk, hogy ez az ember mennyire jól gondolkodott másodjára, mennyire meg tudta hányni vetni ezt a dolgot, és azért szájában ez, hogy nem akarlak téged nyúzni, az valójában a hit szava volt és a hit beszéde. Uram, ebben a második esetben pedig nagyon emberi dolog volt. Amikor azt gondoljuk, hogy nem történnek meg a dolgok, vagy nem abban az időben, ahogy mi ezt várjuk, vagy talán úgy gondoljuk túl későn. Uram, azt gondoljuk, hogy nem akarunk már nyúzni. És ilyen emberi dolog, elengedjük. Nem oldottad meg, nem akarod, Uram. De ez nem igaz, Uram. Én hálát adok, Uram, minden, amit elterveztél, azt el fogod végezni. És senki a kezedet nem foghatja le, Uram. Senki többé téged meg nem kötözhet. Ez egyszer megtörtént a történelem folyamán, ahol megkötözték a kezeidet, ahol kiszegeztek téged, ezt átadtad magadat erre. De, Uram, nincs senki sem a mennyben, sem a földön, aki téged megkötözhetne. Nincs senki, aki téged a te akaratodban meggátolhatna. Nincs senki, aki a te tervedet, akaratodat és szándékodat keresztbe húzhatná. Uram, én hálát adok azért, hogyha te megindultál az életünk felé, akkor te oda fogsz érni az életünkbe, és neked nincsenek késői pontjaid, nincsenek késedelmeid, nincsenek elkéséseid. Mert Uram, köszönöm neked, hogy amikor te odaérsz, akkor a dolgok meg fognak oldódni. Uram, ez a kislány ezt föltámadt. Lázár már bomlásnak indult. Másokat hagysz is elbomolni, Uram. De egy biztos, Uram, Jób azt mondja, hogy eljön az idő, amikor az én megváltóm megáll az én sírom fölött, és testemben látom meg az Urat. Uram, nem lehet, hogy te késsél. Ahova te elindultál, te odaérsz. És a mi életünk ilyen? Te elindultál. Minden hazug emberi gondolatot ezért elvetünk.
hogy mi nyúzunk téged. Igen, nyúzunk téged, Uram. Mert ez neked nem nyúzás. Mert akivel te közösséget vállaltál, közös pontokat vállaltál, közösséget a problémában, felelősséget vállaltál, te nem dobod el. Istenem, imádkozom, ezért minden keserű szív gyógyuljon most meg. Isten igéje legyen vigasz. Isten igéje legyen vigasz ebből a második történetből, pedig így. Uram, hogy nyúzunk. Igen, nyúzunk tovább, Uram, mert ez neked nem nyúzás. Amikor a te fiaid, gyermekeid mennek hozzád, Uram, az neked öröm. És jövünk hozzád ma is, Uram. Emlékeztetünk, elindultál, érj ide, Uram. Azokba a problémákba, amik most kell megoldódjanak, azokba kérünk mostanában érj ide, Uram. De az élet legnagyobb problémáira, Uram, tudjuk, Uram, hogy ide jössz. És lesz holtak föltámadása, lesz, Uram, amikor a királyságod eljön, és leginkább ezért imádkozunk, jöjjön el a te királyságod. Hiszen amikor betoppansz, akkor egyszerre minden megoldódik. Dicsőség neked, Uram. Addig pedig van reménységünk, köszönjük az úrvacsorát, az van megírva, hogy az Úr halálát hirdetjük ezzel, amíg eljössz. Hirdetjük az Úr halálát. A halálod csoda. A halálod dicsőséges. A halálod az engedelmességednek a csúcsa. Hódolatra és imádatra indít, hogy Isten fia meghalt. És kihirdetjük az Úr halálát, mert nagyon jól tudjuk, hogy ez az ördögnek a szégyene. A bukása. Halleluja. Kihirdetjük, hogy a halálodban életet adtál. Hogy a magnak el kellett halni. És ma is vesszük a ebből támadt életet, ami az Úr teste és az Úrnak a vére. És jövünk ide az Úr asztalához. Köszönjük a rajta levő ételt, italt. Ebből, Uram, gyógyulás, helyreállás, reménység születik, Uram. Ebből az az üzenet jön, hogy nem fárasztunk téged. Legalábbis úgy, mint a második esetben nem. Mennyei atyánk, Jézus nevében köszönjük a te fiadat, és hálát adunk, hogy itt lehetünk a gyülekezetben, úrvacsorázhatunk, dicsérhetünk téged, igét hallgathatunk, életet vehetünk magunkhoz, reménységet, hogy van tovább. És a te utadban is van tovább hozzánk. Jöjjön létre a találkozás, Uram, veled, ámen.